Dan rijden we hier een soort VR. Oh, je meer of meer voor de dan rijden we hier een soort VR. Lijkt mij echt niet. Maar ik heb een zin in, ik is zo lang. VR hebben, hè? Het hoort gewoon hem moet. Ik was ook een VR steken in de stoel, dan ben ik als een stoel. Als u weg kan je doen, dan ben ik als een stoel. Oh, dat goed, dan valt kom maar als stoel. Hoor, ben ik hier? Het is een keer af. En als een spaar nog? Er is een probleem hoor. Minden van die tiek vagy top, jó? Kedves egészség. Elkerül a tőle figyelszem. Figyeltem, látom én is, hogy jó. Mit csinálod fel? Tisztelt hölgyek és hölgyek, hogy csinálunk csak a videó kedvéért egy retunk, jó? Tehát hol volt, hol nem volt, hol egyszerűen egy kiállt? Hogy te is inni fogod. Neked. Sejtettem. Hát volt egyszer egy király és egy királynő. Elházaspárnak. Volt egy kocsisak. Gyorsabb van magyarás. A kocsisak még nova. Mondjuk tovább is a lovakhoz tartozott egy gyönyörű szép mintó. Jó, tehát egyszer egy szép jári reggelen azt mondja a király, a királynak, hogy a kocsisnak fogja a lovára kocsiba. Nálam a lakók azért gyúrására van a támos tartó. Még hívnak nézze, legyen meg a szép. Gyere, gyere hozzá. Milyen barátok volt a oda figyelni? És mennyire tud kocsikázni? Nem. Ennyi lassan van már főtani. Te is voltál látni. Adja neki bőle. Kedveség is. Nem álljál, hogy most egy és önnek. Mi van, ha nem jövünk be a szűnk? Hallom, csak kitartom. Kedves egészség, meg van mindenki. Tehát... Nem érünk a mese végére, berúgjuk a kocsis. Menjenek itt kocsikászni a kocsival. Mindannyian! Erre fogta a kocsis, a műséges kocsisunk, ami fazakos. Nem mondta, most értem. Befogta a lovakat a kocsiba, és szólt a királynak, és a királynőnek, hogy minden rendben van. Erre mondja a királynő, a királya, hogy királyok, szólj a kocsisnak, csak a lovak. Mi van már szállásban? Igen, szállam volt. Az előző évben igen, szállásban lehetnél. Hát, kedves egészség. Egészség előtt. Figyelj már, tőle teszed. Szóval hát, van még benne kicsi az aj. Hát, azért. Repetálsz most? Hát akkor miért panaszkodsz? Kedves egészség. Tehát akkor aludtaltunk tisztelt hölgyek és urak, hogy mentek, éltek az erdősű ősvényeink. Egyszer csak azt mondja a királynő. Egyszer csak azt mondja a királynő. Elfogadjuk. Nem. A királynő. Szólj a kocsisnak, állítsa meg a lovagot a kocsiba. Mert bizony, sántít a jobb első és a bal hátsó ló. Köszönöm, voltam a kedvenc játékodban.
még nem itt, nem itt adta össze. Miért még? Írd meg most. Így van, így. Tehát megállít a lókat. Akkor csina. Beszállt a kocsilom. Leellőrizte a jobb első bal hátsó lovat. És a királynőnek, hogy minden rendben van. Erre mondja a királynő, a királynak. Csajakot is, hogy megvan a lovagnak a kocsiba. És menjél tovább kocsigázni, mindannyian. Mentek, értek, mit csak egyszer megint azt mondja a királynő, a királynak, csajakot is, hogy csak a lovagnak a kocsiba. Mert bizony, lapos lett a jobb hátsó gumi. Jobb hátsó gumi. Tehát próbáltam segíteni, Elfogta a kocsis, a szükséges kocsisunk. Megállt a lovagot a kocsiba. Mert már nem csak, hogy szántra ére, húzott is a foglalkozik. Leszállt a kocsilom, leellőrizte a bal hátsó gumit, bal csomó gumit, amikor tessék elfogyasztani. Jó hátsó ló. Mi kiabált a királynő, a királynak, szólyogod is nap, de a bal hátsó gumit, a jobb hátsó gumit. De mivel a kocsi semmit nem talált a gumikon, ezért jelentette a királynak és a királynőnek, hogy így jelentette. Elmondja a királynő, a királynak, hogy királyok, szanyagot is tart, csak meg a lovarnak a kocsiba, és forduljanak vissza, mert bizony elkezdett esni az eső, és meg fognak állni. Erre fogta a kocsis, a műséges kocsis. Oda csak a lovarnak a kocsiba, és hanem kocsigáztak a kocsival, mindannyian, amikor végeztek a kastélyt, azt mondja a királynő, Királynő. Azt mondja a királynő. A királynő. Tehát a királynak. Szólja a kocsistát, fogja fel a lovakat a kocsiból. A lovakat. Vigyen a lóistáló. Na most mindannyian is kocsán. Hála Istennek! Hosszú volt azok megszolgasztán. Csak menjünk, menjünk sosem. Most nem is tisztom. Hallott már rá, most már ezt megízünk. Kedves egészség. Nem, hogy jönni, mert nem jövő hét. Na, mehetünk! A kocsit pedig tolja be a kocsi színbe. Na, drága, ezt megint. Van még benne, hogy egészségedre. És ha mindezzel megvan a kocsis, a műséges kocsisunk, jelentse a királynak és a királynének, hogy minden rendben van. Már tisztelt hölgyeim és uraim, aki ezt a rövid kis mesét nem viszi el, az a kedves vendég megkérdezheti a királyt, vagy a királyt, Jaj!
hűségemet, vagy a királynőt, vagy a kocsist, ami hűséges kocsisunk, vagy a faszakocsisunk, vagy a lovakat. Köszönjük szépen a részvételt, tapsoljuk a játékosokat!